Elkezdődött a kínai elnök hivatalos magyarországi programja. Xi Jinping tegnap este érkezett a Liszt-Ferenc repülőtérre, ahol Orbán Viktor miniszterelnök fogadta. A hivatalos fogadás ma délelőtt volt a Budai Várban, ahol Súlyog Tamás köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök köszöntötte Xi Jinpinget és feleségét. A katonai ceremónia után a kínai elnök a Sándor palotában Súlyog Tamás államfővel találkozott. Xi Jinping délután Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyal, amely után sajtónyilatkozatot tesznek. Ezt az M1-en élőben közvetítjük. Délelőtt 10 óra után néhány perccel érkezett meg Xi Jinping és felesége a Budai Várba. Orbán Viktor miniszterelnök és Súlyog Tamás köztársasági elnök fogadták. Tisztesség! Az oroszlános udvarban közben a gróf Nádasdy Ferenc huszárosztály és a Nemzeti Lovas Díszegység is felsorakozott, majd katonai tiszteletadás kezdődött. A kínai és a magyar himnusz is felcsendült, a ceremónián mind a magyar, mind a kínai delegáció tagjai között miniszterek és magasrangú cégvezetők is megjelentek. A kínai elnök hivatalos programja a Sándor palotában folytatódott, itt kezdődtek meg a tárgyalások. Feszes program vár a kínai elnökre és a delegáció tagjaira, Xi Jinping Súlyog Tamás köztársasági elnökkel és Orbán Viktor miniszterelnökkel is egyeztet. A megbeszélések középpontjában elsősorban gazdasági témák szerepelnek, de a háború és a béke kérdése is napirenden lesz. Xi Jinping szerdán este érkezett meg Magyarországra. A Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren magyar népviseletbe öltözött gyerekek köszöntötték a kínai elnöki házaspárt. Ősi szokás szerint először kenyérrel és sóval kínálták őket, majd a magyar-kínai két tanítási nyelvű általános iskola és gimnázium diákjai is üdvözölték őket. Elnök úr és kedves felesége, Isten hozta önöket Magyarországra! A repülőtéren Orbán Viktor és felesége, Lébai Anikó fogadta az elnököt és a feleségét. Ezekről a pillanatokról a magyar miniszterelnök közösségi oldalán osztott meg videót. A Budai Várban eközben a hazánkba érkező kínai közösség tagjai zászlókat lengetve, énekelve várták és fogadták a kínai delegációt. Kínai elnök 20 éve nem járt Magyarországon, most egy párizsi és egy belgrádi látogatás után érkezett Budapestre, diplomáciai kapcsolataink felvételének 75. évfordulóján. Jelzés értékű, hogy a kínai elnök egy kb. 400 fős delegációval érkezett. Történelmi jelentőségű találkozóról van szó, amelyen másfél tucat megállapodást is aláírnak. Erről a Matthias Corvinus Kollégium külgazdasági műhelyének vezetője beszélt az M1-en. Moldics Csaba azt mondta, mindkét ország a gazdasági kapcsolatokra fókuszál, ezért számos közös érdekük van. Mindkét ország érdekelt, és azt hiszem ez fontos közös pont, érdekelt abban, hogy a globalizáció folytatódjon. Tehát ugye egyrészt a kínai oldalról az övezetés útkezdeményezés, másik oldalról, magyar oldalról a keleti nyitás, vagy a konnektivitás, azok a kulcs szavak, amelyek segítenek megérteni abban, hogy két olyan ország, még Kína is, ami felzárkózóban van, és éppen ezért szüksége van az összes ponthoz, amihez hozzá tud férni a világgazdaságban, erőforrásokhoz, technológiához és tőkéhez. Magyarországon háromszor akkora értékben történhetnek megállapodások, mint Szerbiában, erre pedig már a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara magyar-kínai tagozatának elnöke hívta fel a figyelmet. Nádasdy Tamás hozzátette, ez azért kiemelt jelentőségű, mert Szerbia nagyon jó kapcsolatokat ápol Kínával. Ők is nagyon-nagyon fontosak, de mi úgy tűnik, hogy most még jelentősebbek vagyunk, főként azért, mert európai uniós ország vagyunk, és így gyakorlatilag, hogyha belép Kína Magyarországra, akkor az Európai Unióba lépett be ezáltal mindenféle szempontból. Xi Jinping péntekig lesz Magyarországon állami látogatáson. Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott megbeszéléséről délután a sajtónak is beszámolnak majd. A nyilatkozatokat az M1 élőben közvetíti.